Vidovics felszabadítása pedig visszapattant a saját 16-osán belülre. Rakovics, lövőhelyzet, még közelebb lép Gyurcsó. Balogról lepattan Nikolics, a kapufáról lejön, és bent van. Szekeres Adrián dupláz a mérkőzésen. És mivel eddig összesen egyetlen NB1-es gólja volt, nem kell nagyon nagy matek zseninek lenni, hogy rájöjjünk, hogy először sikerül az élvonalban két gólt szereznie. Nagyon földobta, hogy helyet kapott a kezdőben. Itt Nikolics már gólt szerezhetne az emeléssel, lejön a kapufáról. Szekeres pedig, aki a szöglet és a szabadrugás miatt is már elől tartózkodott, a végén csak megtalálja a második gólját.